David Downie. A rovarok csatája. Az imádkozó sáska és a pók egymásra néztek, látszólag gyűlölettel. A sáska a tüskés lábával át tudta lyukasztani a zsákmánya bőrét, és meg tudta tartani, amíg falatozott belőle. A póknak két jól látható, méregtől csöpögő agyara volt. Na jó, csáprágója, de végül is nem környezetórán vagyunk. A méreg megbénítja és szétmarja az áldozat húsát, hogy a pók gyakorlatilag élve szülcsölhesse fel. Vártam, hogy melyikük támad, hiszen már csak pár centire voltak egymástól. Semmi sem történt. Hajrá, fiúk! Kiáltottam. Támadás! És továbbra sem történt semmi. Fogtam egy botot, és közelebb toltam vele a pókot, amíg meg nem érintettem vele a sáska jobb karmát, amit ösztönösen becsukódott, mire a pók fájdalmasan vonaglani kezdett, és kétségbe esetten a levegőbe harapott. Rajta! Kiáltottam. Nem volt konkrét közönségem, de jól esett. Megfogtam a hosszú pókfonalat, amit a pók az érkezésem előtt eresztett. Egészen a potroháig tartott, így az állatkát a sáskával együtt a levegőbe tudtam emelni vele. Egy csodálatos pillanatig a sáska a pókot továbbra is fogva tartotta, de akkor eresztettem a pókfonalat, és a küzdőfelek együtt visszaestek a földre, pontosabban egyenesen az ellenfélre. Body check! Kommentáltam a kutyámnak az eseményeket. A pók lábai kétségbe esetten vonaglottak, a sáska csöndben nézte. Mit gondolsz, Jacko? Kérdeztem a kis kutyámat, egy ausztrál terriert. Ő csak feküdt. A történtek nem különösebben hatották meg, bár amikor látta, hogy kérdőn nézek rá, lagymatagon elkezdte csóválni a farkát, mintha köszönne. Megvakartam a fejét, meg az álla alatt, ahogy szerette. Az apró füle mögött is kezelésbe vettem, mert tudtam, hogy ott nem éri el magát. Most már lelkesen csóválta a farkát. Felvettem és megvakartam a hasát is. Ő volt a játszótársam. Az én legjobb kis haverom. Addigra a sáska már élvezettel falatozta a pók potrohát. Ahogy elnéztem az utóbbit, ez kevésbé élvezte. Nem csoda, a potroha egyre csak fogyott. Akkor hívott be a mama ebédelni. A konyha és az omlett. A bejárati ajtón mentem be, amit soha nem zártunk egyenesen a konyhába. Láttam, hogy a mamám összeszereli a turmix gépet. Mi az ebéd, mama? Érdeklődtem. Édes omlett, válaszolta, és tojást, tejet és lisztet tett a gépkeverő poharába. Klassz, mondtam, mert az édes omlett volt a kedvencem. Egy nagy, vastag palacsintát képzelj el, amire mama sülés közben cukrot és citromlét tesz, majd összecsavarja, és még egy csomó cukrot és citromlét tesz rá. Ezt szerettem a legjobban a sok finomság körül, amit főzött. És most is kiváló volt. Különösen, hogy nem volt benne kutyaször, mint a múltkor. És nem is égett oda. A lépcsőn ülve láttam hozzá, késsel, villával, miközben a falon lévő lyukon át kukucskáltam a hátsó kertbe. A falból vagy 3 méter hiányzott, mióta a papám bejelentette, hogy új falat épít, és elkezdte bontani a régit egy nagy kalapáccsal. Ez pont 5 éve volt, de én kifejezetten szerettem, hogy lyukas a falat. Kényelmesen ki lehet jutni rajta a hátsó kertbe, télen meg különösen jól jött, hogy beengedte a hideget, legalább begyújtottunk a kandallóba. Egyébként ugyanis túl meleg lett volna hozzá. Mit csinálsz ma délután, Davy? Kérdezte mama. Szinte senkinek sem engedtem, hogy így becézzen, de ő kivétel volt. Mondtam, hogy biciklizünk egyet Jackóval. Vigyázzatok, válaszolta. Tudod, hogy még mindig nem találták meg az iskolatársaidat. Fogalmunk sincs, mi történt velük, de bármi lehet. Unalmas, jelentettem ki, majd kibújtam a lyukon, fogtam a biciklimet, és már az utcán is voltam. A kis Jackó alig bírt követni a rövid lábaival. Azokért a gyerekekért amúgy sem voltam oda. Valami csúszkál a parkban. Tovább kerekeztem, el a ház előtt, ahol a barátom lakott, és balra kanyarodtam egy ösvényre, ami a mi utcánk és a szomszéd utca között fut. Mindig itt szoktam átvágni, bár bosszantó korlátokkal rakták tele, hogy lelassítsák a hozzám hasonló biciklistákat, illetve hogy motorral senkinek az eszébe se jusson itt közlekedni. Egyszer megpróbáltam az egyik akadályt szétfűrészelni, de túl kemény volt.
Az utolsó korlát után odaintegettem a rendőrnek, aki jobbra az utolsó házban lakott a sarkon. Egyszer hazakísért, mert beszélni akart a szüleimmel, amikor a mellette lévő házban lisztcsatáztunk a 10. születésnapomon. Ma csak ökölbe szorította a kezét, és meglengette felém. Jacko átnyargalt az úton, szinte körül sem nézve. Utána bicikliztem, de jobbról-balról megnéztem, jön-e valami, ahogy ezt a mamám tanította. Az ösvény a másik oldalon folytatódott. Egészen a boltig, ahová majdnem minden nap elmentünk kenyérért. Megkértem Jackót, hogy üljön szép nyugodtan a bolt előtt, és bementem, hogy vegyek egy 5 centes csoki békát. Ennyi maradt a pénzből, amit nagyi adott, hogy művért vegyek magamnak a születésnapomra. A sarkon ültem le, ahonnan beláttam a parkba, és elkezdtem a békát majszolni. Jacko észrevett egy varjút a magas fűben, tőlünk vagy 10 méterre, és éppen el akarta ijeszteni, amikor az vérfagyasztó károgást, vagy inkább sikoltást hallatott. És holtan esett össze. Jacko és én tágra merett szemekkel rohantunk megnézni. 2 kis szúrt seb volt a hasán. Valami elcsúszott mellettünk a fű között, de későn vettem észre, és nem tudtam jobban megnézni. Fura, gondoltam, majd bekaptam a béka maradékát, és vissza a biciklimre. Az undorító iskola és az elveszett csirke. Elhagytuk a parkoló mögötti bambuszligetet és a házat, ahol a bolond hölgy lakott, és felfelé haladtunk a Jambori Heights állami iskola felé. Az iskolát egy cserkész találkozó után nevezték el, amit a parkban tartottak, ahol az előbb a varjút láttam. Jó eséllyel nevezhetett volna a világ legundorítóbb iskolája címre, mivel az egyik szomszédja a szennyvíztisztító, a másik a szeméttelep volt. Vajon a felnőttek miért építették ilyen helyre? Tűnődtem. A szag néha már-már bénító volt, és egyszer egy kisfiút kórházba is vittek, amikor nem tudta abbahagyni a hányást. Jacko sem szerette az iskolát, különösen, mert a kegyetlen portás bácsi, Mr. Sniggles, többször is bezárta, csak úgy, mint a szerinte rosszul viselkedő gyerekeket. Együtt kellett ülniük egy kis ketrecben, amíg ki nem csöngettek az utolsó óráról. A biciklimet a tárolóban hagytam, és megpróbáltuk a legnagyobb csendben ellopózni a zeneépület mögött, az iskola oldalsó kerítése felé. Bár hétvége volt, sohasem lehetett tudni, ki jól lálkodik arra. Úgy láttam, most éppen senki, és a kerítés mentén próbáltunk eljutni az udvar játszóteres részére. 1-2 perccel később láttunk egy őszhajú nénit, aki a kertjét locsolta a kerítés túloldalán. Láttad a csirkémet? Kérdezte halkan. Sajnálom, kezdtem. Sajt mit? A csirkémet! Kiáltotta. Láttad a csirkémet? És rám szegezte őrült tekintetét. Elkezdtem futni a játszótér felé. Bolond, magyaráztam Jackónak. Megérkeztünk a játszótérre, és gyorsan felmásztam az erdőbe a köteleken és a rétrán. Jackó lent maradt, és a farkát csóválva nézett fel rám. Az erő tetejéről át tudtunk nézni az iskola fölött. Láttam az ovális sportpályát, ahol a tesi órán dolgoztattak minket. Hányszor körbefutottam már. Egy kicsit feljebb a dombon voltak az osztálytermek, mögöttük pedig az öreg, terebélyes fa, ami alatt krikettezni szoktunk, és az aszfaltos rész, ahol golyóztunk. Láttam Mr. Sniggles öreg kaibáját is, ahol elvileg tartózkodni szokott, de mindig az iskolában bukkant fel, hogy leszígyjon minket valami miatt. Csirkét nem láttam. Jacko felugatott. Csendesen és egyszer. Akkor szokott így tenni, ha azt akarja, csak én halljam meg, más senki. Lenéztem, és visszanézett rám, aztán nagy betoncsőre, amit a kicsik kedvéért raktak a játszótérre, akik szívesen másztak bele ebéd után. Mi van, kis haver? Kérdeztem. Jacko még pár csöndeset ugatott, és közben egyszerre tűnt izgatottnak és ijetnek. Az erő céléhez mentem, és elkezdtem leereszkedni. Hamarosan a földön voltam a kis barátommal, aki azonnal odajött és az arcomba nyalt. Mi az, kis haver? Kérdeztem megint. Láttál valamit? Könyörögve nézett rám, mintha figyelmeztetni akart volna valamire. Lassan a nagy csőhöz közelítettem, mert úgy gondoltam, ott lesz a dolog nyitja. Látszott, hogy jó irányban haladok, mert Jacko merőn rászögezte a tekintetét, és még akkor sem mozdította a fejét, amikor nevén szólítottam.
Odaértünk a cső hátulsó részéhez. Nagy volt és sötét. Olyan sötét, hogy csak az elejét láttam. Bár meg voltam ijedve, úgy éreztem, nincs más választásom, mint kideríteni, mi lehet benne. Így elkezdtem négy kézláb befelé mászni Jacko után, akin látszott, hogy nem szívesen merészkedik beljebb. Egy-két méter után csendesen nyűszíteni kezdett. Ilyet még soha nem hallottam tőle. Korom sötét volt. Jacko, rendben vagy, kis haver? Kérdeztem újra. Nem válaszolt. Előre nyúltam a sötétbe. Próbáltam megérinteni Jacko bundáját. Először betont tapintottam, aztán egy kiköpött rágót, undorító volt, aztán valami még undorítóbbat, aztán hegyes köveket, és végül valami pikkelyeset. Vissza akartam kapni a kezem, de nem tettem. Valami pikkelyes. Nem mozgott, de a tapintása érdekes és hideg volt. Széles és kerek volt, mint egy nagy ág, de tele pikkelyekkel, a végén keskenyedett. Mint egy állat farka. Most már tényleg elengedtem, de aztán Jackóra gondoltam, és tovább keresgéltem a sötétben. Megint megtaláltam a pikkelyes felületet, és követtem az ujjaimmal. Amíg egyszer csak meg nem érintettem Jacko bundáját, és nem tapintottam a kis feje ismerős formáját. Reszketett. Minden rendben, kis haver, suttogtam. Tűnjünk innen. A másik kezemmel megragadtam, és magammal akartam húzni, amíg tolatok kifelé, de mielőtt elkezdhettem volna, a pikkelyek megmozdultak. A farok, ha ugyanaz volt, mozgott. Méghozzá tőlünk elfelé. Éreztem, amint elhalad az ujjaim között, és Jackót is magával viszi. Megrémültem, és utána kaptam, még éppen időben. Reméltem, hogy meg tudom állítani, de olyan nagy volt, én pedig olyan kicsi, hogy magával vonszolt. Be a sötétbe. Mr. Sniggles vacsorája. Végig húzott a csövön a sötétben. Egy örökké valóságnak tűnt, mire újra megláttam a délutáni napfényt. Először Jackót vettem észre, aki még mindig előttem volt. Összekucorodott és reszketett. Másodszorra a hatalmas kígyót láttam meg, amit még mindig markoltam. Elképesztően nagy volt. A legnagyobb állat, amit valaha láttam, kivéve az elefántot. Olyan hosszú volt, mint három autó, és kétszer olyan kövér, mint Graham bácsi hasa. Vagy még annál is nagyobb. Úgy tűnt, nem veszi észre se Jackót, se engem. Túl kicsik voltunk. Csak tovább csúszott a fűben, ki a játszótérről, a tanulóépületek felé. Felkúszott a dombocskán, és elhaladt az igazgatói iroda előtt, Mr. Sniggles kaibája felé. Vagy legalábbis afelé, az épület felé, ahol Mr. Sniggles mindenki szerint lakott. És még mindig kapaszkodtam bele. Muszáj volt, Jacko miatt. Nem nagyon láttam a kígyó fejét onnan, ahol voltam, de azt tudtam, hogy mindkettőnket gond nélkül lenyelne uzsonnára. Nem engedem, hogy Jacko kis haveromat kígyó falja fel, még ha ilyen hihetetlenül nagy is. Így hát csak kapaszkodtam, bár a kígyó keresztül vonszolt murván, kavicson és mindenféle ott felejtett játszótéri tárgyon. Egyre világosabb lett, hogyha Mr. Sniggles tényleg ebben a kaibában él, csúnya meglepetésben lesz része. A hatalmas kígyó egyenesen az ajtaja felé tartott. Szívesen oda kiáltott volna neki, hogy ne jöjjön ki, de nem akartam felhívni magunkra a kígyó figyelmét. Még a kegyetlen Mr. Sniggles sem érdemli meg, hogy egy kígyó bendőjében végezze. A kígyó egy pillanatra megállt a bejárati ajtó előtt. Rögtön ki is használtam az alkalmat, hogy gyorsan elengedjem a farkát, és megragadjam a döbbenettől mozdulni sem tudó Jackót. Éppen azt fontolgattam, hogy merre meneküljünk, amikor váratlan dolog történt. A kígyó átcsúszott az ajtón. Vagyis nem az ajtón, az ajtón lévő kis ajtón. Egy kígyó bejáraton. Csak az lehetett. Macska ajtónak túl nagy lett volna, ember ajtónak túl kicsi. Mintha pont ennek a kígyónak alakították volna ki. Ebből csak egyre tudtam következtetni. Vagy a kaiba a kígyói, vagy a kígyó Mr. Sniggles-é. Az utóbbi volt a helyes válasz. Gyorsan a kaiba oldalához mentem Jackóval a hónom alatt, hogy bekukucskáljak az ablakon. És tényleg ott volt.
hatalmas ember, nagy, borzalmas, elrettentő, madárfészekszerű szakállal, ami neki nyilván nem okozott gondot evéskor. Ez bizonyították a rengő hasa és különféle azonosítható és ki tudja miből származó ételpecsétek az ingén. Mr. Snigglesre rossz volt ránézni. És ráadásul ki jó a háziállata? Hallottam, ahogy beszél hozzá. Szóval, kígyócskám, hoztál nekem valamit vacsorára? Bömbölte hullámzó, hasral és rászkódó szakállal. Miközben beszélt, mindenféle étel maradék pottyant a padlóra. Most tudtam először jobban megnézni a kígyót, aki így összetekeredve is elfoglalta a szó nagyobbik felét. A feje is nagyobb volt, mint először gondoltam, mint egy jókora papírsárkány. A szájába simán belefértem volna Jackóval együtt. A gondolattól is rosszul voltam. Azt kérdeztem, mit hoztál vacsorára? Ordított Mr. Sniggles a kígyóra. Vajon mit hozhatott volna neki, hiszen karja sincsen. Csak nem ránk gondol. A kígyó felemelte a fejét, hogy bele tudjon nézni Mr. Sniggles szemébe. Egy pillanatig azt gondoltam, hogy a portás bácsi lesz a vacsorája, de aztán megláttam egy futballlabda alakú dudort az állat hasának közepe felé. A kígyó tekergőzni kezdett. Arra emlékeztetett, amikor összegörnyedek, hogy kihányjak valami rossz ételt, amit ettem, kivéve, hogy ő minden ízében összecsavarodott, miközben a titokzatos dudor egyre feljebb vándorolt benne. Végül elérte a kígyó testének felső részét, és az állat egy hallható recsenéssel kiakasztotta az állkapcsát, majd még szélesebbre nyitotta a száját, mint amekkorát kinéztem volna belőle. És megjelent egy csirke. Egy egész csirke. A kígyó aztán undorító, böfögésszerű hangot hallatott, és a csirke kirepült a szájából egyenesen az asztalra. Egy csirke? Ordított rá Mr. Sniggles. Gyereket mondtam, kövér gyereket! Úgy tűnt, a kígyót nem érdekli, mit mondott Mr. Sniggles, és összecsavarodott, hogy aludjon egyet. Most mi a fenét csináljak? Motyogta a portás bácsi. Egy csirke nem elég a magamfajta embernek. Nekem ennél több kell. Több! 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 Egy csirke semmire sem elég. Nem, semmire. Mr. Sniggles fel alá járkált a szobában. A hasát simogatta és magában beszélt. Megmondom, mi legyen, kígyócska. Elmegyek, hogy hozzak egy kis fűszert a csirkéhez, te megszerzel még húst, de most rendesed. Egy szép kövér gyereket. Annyi rohangál erre. Az utolsó csupa csont és bőr volt, és kell a zsír a hús alá a serpenyőbe, hogy jó szaftos legyen. A kígyó kinyitotta az egyik szemét, amikor Mr. Sniggles beszélt. Lehet, hogy értette, mit mond. Igen, most megyek, kígyócskám. Hozok fokhagymát, meg rosszboningot, meg fehér bort, meg olajbogyót. Az jól megy a koktél paradicsomhoz. Te meg hozol szépen egy kövér gyereket, és kisütjük a zsírját, és gyerek és csirkepörköltet főzünk. Bizonyám, olajbogyóval és koktél paradicsommal. És sóval. Mindig jól meg kell sózni. Talán csili paprikát is szórunk bele. Most én nem tudtam mozdulni a döbbenettől, és Jacko kezdett vigasztalni a kezemet nyalogatva. Mr. Sniggles megfőzi és megeszi a gyerekeket. Egy hatalmas kígyóval cserkészi be őket. A gondolattól borsódzott a hátam. Mr. Sniggles összeszedte, amire szüksége volt, és kinyitotta az ajtaját, hogy vásárolni induljon. A kígyó, aki úgy látszik, mégiscsak hallgatott a gazdájára, a kis ajtón át követte, talán, hogy keressen egy magamfajta gyereket Mr. Sniggles vacsorájához. Reméltem, hogy nem vagyok elég kövér neki. De nem akartam megvárni, amíg kiderül. Itt Jackóval együtt a ház másik oldalára lopakodtunk, hogy elkerüljük a kígyót. Nem sokkal később már meg is kerültük a kaibát. A bejáratnál álltunk, és indultunk volna haza az iskola kapuján át. De akkor megláttuk a kígyót. Megállt, és lassan felemelte a fejét a levegőbe. Villás nyelve kibejárt, mintha szagot fogott volna. Elkezdett visszafordulni felénk. Nem volt mit tennünk, berohantunk a kaibába a kígyó ajtón át, hogy meg ne lásson minket. Mr. Sniggles kaibája. A kígyó ajtó a helyére csapódott mögöttünk. Mielőtt még észhez térhettünk volna, fejbe kólintott minket a szag.
Az undorító szag, a rohadt hús és a szörnyű kígyó szaga. A szag, ami talán felaprított gyerekekből származott, akik egy embertelen, kócos szakálú, pókhasó, őrült fazekában végezték. Jacko és én öklendezni kezdtünk, pedig nagyon nem akartunk ott és akkor hányni. Nem is tudtam, hogy a kutyák is öklendeznek. A kaiba nem sokkal lehetett nagyobb az otthoni nappalinknál. Még az a sarka volt viszonylag a legtisztább, ahová a kígyó aludni tekeredett. Ott csak egy levedlett kígyóbőr volt egy kupacban. A helyiség közepén álló asztalon volt a félig megemésztett csirke, mellette fakanál és egy élesnek tűnő hentes kés. Nem tudtam, nem csak képzeleme, de mintha a csirke arcára rémület fagyott volna. Aféle arckifejezés, amit akkor váltett fel, amikor rájött, hogy élve megették, és hamarosan megemésztődik egy hatalmas kígyó bendőjében. A kaiba egyik fala mellett fafűtésű tűzhely állt. Rajta hatalmas fazék. Ha ez nem Mr. Sniggles vacsorája, igazán nem akartam tudni, mi lehet. Lehet, hogy gyerekerőleves, amihez folyamatosan további összetevőket tesz hozzá, hogy minél erősebb legyen. Furcsa, de az elmondhatatlan rémületem ellenére is odamerészkedtem a tűzhelyhez, és bekukucskáltam a fedő alá. Nagy megkönnyebbülésemre csak ismerős zöldségek főttek benne. Répa, hagyma, babérlevél és zeller. Talán Mr. Sniggles csak bolond, de nem gonosz. És nem csak kígyót tart házi kedvencnek, de szokatlanul élénk a képzelő ereje is. Jó lehet, hogy volt benne pár csont és húsdarabok is, de az lehet egy másik csirke, amit a kígyó korábban hozott haza. Csirke erőleves az, amivel később majd más ételeket öntenek fel. A mamám is főz olyat. Már éppen visszatettem volna a fedőt a fazékra, amikor valami leves felszínére bukkant. Tiszta fehér volt, mint egy tojás. Talán a csirke hasából van, gondoltam, vagy Mr. Sniggles a józan eszén kívül a szakácskönyvét is elvesztette, és azt hiszi, tojás is kell az erőlevesbe. Ráadásul hámozott, kemény tojás volt. Ennek semmi értelme. Lábújhegyre álltam, hogy jobban megnézzem. A fazék közepén úszott, egy darab sárga répa mellett. A leves felbugyogott, és a tojás megfordult benne. Egy szem volt az, egy gyerek szem. Rémülten a helyére helyettettem a fedőt, ami fülsiketítő zörgéssel foglalta el a helyét. Jacko ugatni kezdett, de nem tudtam, hogy izgatottságában vagy félelmében. Bajban voltunk. Kinéztem az ajtó melletti ablakon. A kígyó eltökélten csúszott visszafelénk. Talán csak egy percünk volt. Rémülten körülnéztem, hogy hol bújhatnánk el. Jacko most már hangosan ugatott, ami nem sokat segített a dolgokon, mert a kígyó erre még sebesebben siklott felénk. Jacko, kis haver, fogd a szád! Suttogtam, és közben kétségbe esettem, fontolgattam a rejtőzési lehetőségeket. Már hallottam, ahogy a fenevad közelít. Csak egy pár méter lehetett hátra. A fenébe, mondtam halkan, bár tudtam, hogy a szüleim nem örülnének, hogy ilyen szavakat használok. A kígyó ajtó nagy, lassan nyílni kezdett, mintha a kígyó óvatosan akarna közelíteni. Késő volt. Kifutottunk az időből. Jackót is engem éve fog megenni. Látogatás a fenevad hasába. Kétségbe esettem, felkaptam a hentes kést az asztalról a rémült csirketetemem mellől, és próbáltam végig gondolni a lehetőségeimet. Esélyem sincs megküzdeni a kígyóval. Mindegyik foga nagyobb, mint a késem, és vagy tízszer akkora a testsúlya, mint az enyém. A kis Jacko fogaim még csak át sem lyukasztanák a bőrét. Tudtam, hogy kétségbe esett lépést kell tennem, ha azt akarom, hogy bármelyikünk is túlélje. Jacko, kis haver, bízol bennem? Kérdeztem. Jacko csodálkozva nézte, hogy bebújok a sarokba, és magamra húzom a levedlett kígyóbört. Kis haver, sajnálom. Kérlek, hogy bízz bennem. Próbáld meg visszatartani a levegőt, és kerüld el a fogait. Jacko tágra nyitotta a szemét, mintha értené, hogy mit mondtam. De nem volt túl sok ideje csodálkozni, mert ebben a pillanatban megjelent a kígyó súlyos részszínű feje az ajtóban, és azonnal észrevette a kis barátomat. Jacko azonnal megmerevedett, mint ahogy előtte a betoncsőben. A kígyóbőr alatt rejtőzve láttam, ahogy remeg a kis teste. A földre lapult, a kígyó pedig egyre csak közeledett,
Méterről méterre, amíg az egész hosszában be nem kúszott a kaibába. A kis Jacko abba hagyta a reszketést. Úgy tett, mintha halott lenne. Legalábbis reméltem, hogy csak úgy tett. De az is eszembe jutott, hogy esetleg elájult ilyettében. A kígyó egyre közeledett Jacko testéhez. Szorosan markoltam a kést, és próbáltam kitalálni egy olyan tervet, aminek nem az lesz az eredménye, hogy mindketten itt halunk meg a büdös kaibában. A kígyó a már ismerős zajjal ismét kiakasztotta az állkapcsát. Kínzó lassúsággal a szájába vette az én kis kutyámat. Először a kis farkát és a hátsó lábát, majd a kis hasát, még végül rettenetemre a kis feje is eltűnt a sötétségben. Jacko még csak nem is nyikkant. Tudtam, hogy nincs sok időm, de várnom kellett. A kígyó elkezdte nyelni Jackót, hogy a hasába jusson, ahol majd lassan megemészti. Az egész teste hullámzott és tekergőzött, és láttam, ahogy a kisbarátom egyre mélyebbre jut. 10 másodperc telt el. 20. Ha a dolgok nem mennek olyan gyorsan, ahogy reméltem, tényleg bajban leszünk. Végül úgy tűnt egy örökké valóság után, a kígyó súlyos fejét a földre tette, és becsukta a szemét. Kellett neki a pihenés, hogy megemészhesse a kutyámat. Óvatosan kibújtam a levedlek kígyó bőr alól, és az alvó állathoz lopakodtam. Villás nyelve kibejárt, ahogy lélegzett. Magasra emeltem a hentes kést. Ezt a kutyámért kapott, te undorító hüllő! Suttogtam, és felugrottam, majd a teljes súlyommal belevágtam a kést a kígyó fejébe. A penge lyukat ütött a kígyó koponyáján, és behatolt az agyába, még mielőtt kinyithatta volna a száját. Gyorsan kihúztam a kést, és megpróbáltam nem törődni a fejéből szivárgó, visszataszító kígyó aggyal, és gyorsan megtalálni, hol lehet Jacko. Tarts ki, kis haver! Kiáltottam, és belevágtam a fenevad bőrébe a hasán. Pillanatok múlva már láttam is a kis Jacko arcát. Nedves volt, tele kígyó trutymóval, és hamarosan a kezem is olyan lett, ahogy kihúztam a kutyám kis testét. Kis haver, velem vagy még? Tisztára töröltem, amennyire tudtam, és a fülemet a mellkasára szorítottam. Megöltem, kis haver. Vége. Megöltem a szemetet. És meghallottam a szívverését. Jacko élt. Masszírozni kezdtem a kis fejét, és vakargatni, ahogy szereti. Többször a nevén szólítottam, a hasát csiklandoztam, és minden mást megpróbáltam, hogy kikerüljön a sokkos állapotból. Végül kinyitotta a szemét, és egyet pislentott. Isten hozott, kis haver. Vége. Akkor hallotta meg Mr. Sniggles hangját a ház előtt. Mr. Sniggles megérdemelt büntetése. Kígyócska! 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 Megvan a fokhagyma kígyócska, és a bor, és az olajbogyó. Nagyon finom lesz kígyócska. Kígyócska! A kaiba ajtaja semmit nem tompított a hangján. Jacko és én a döglött kígyó mellett ültünk, és vártuk, hogy vajon túlélünk-e még egy támadást. Mr. Sniggles hatalmas, brutális ember volt. Én meg csak egy kisgyerek. Szegény öreg Jacko még mindig nem tért magához. Nem csoda tekintve, hogy egy kígyó élve felfalta. Próbáltam kitalálni valami okosat. Hallottuk, ahogy Mr. Sniggles előhúzza a kulcsot, és a zárba próbálja dugni. Fenébe ezzel a kulcsal, morogta. Azt hiszem, elejtette. Kétségbeesésemben felragadtam a döglött, rémült arcú csirkét az asztalról, a kígyóhoz léptem, és kinyitottam a hatalmas száját. Két óriási, méregtől csöpögő fog csillant meg benne. A csirkét hozzájuk dörzsöltem, majd rájuk szúrtam, újra és újra, hogy kiürüljön belőlük a méreg. Egyszer láttam ilyet az állatkertben. Még gyorsan letöröltem a szúrás nyomát a kígyó fejéről, majd visszadobtam a csirkét az asztalra, és felnyaláboltam Jackót. Sajnálom, kis haver, mondtam. Vissza kell mennünk. Bemásztam a kígyó hasába a vágáson át, amit ejtettem rajta, amikor kivettem Jackót. Az ajtó felpattant. Kígyócska! Visszajöttem, kígyócska! Mr. Sniggles gyanakodva nézett körül a kaibában. Mit csinálsz, kígyócska? Rápillantott a kígyó dudorodó hasára, a búvó helyünkre. Kiváló, mondta. Látom, mekkora ízletes gyereket fogtál nekem, és most nagyon is megérdemled, hogy pihenj egyet.
amikor felébredsz, megosztozunk a második fogáson, a mediterrán gyerekragún. Az asztalhoz lépett és feldarabolta a rémült tekintetű csirkét, majd egy serpenyőben a tűzre tette. Közben egy kis dalt dúdolt. Jaj, csirke, én csirkim, úgy szeretlek, majd megeszlek. Jaj, csirke, én csirkim, rozmaringgal fűszerezlek. Jót kuncogott a saját viccén. A hasa csak úgy hullámzott, és ételmaradék potyogott a szakállából. Jót húzott a borosüvegből, majd öntött a csirkére is, és rátette a fedőt. Finom kis csirke vagy te, suttogta, és még egy nagyot, hangosat kortyintott a borból. Jacko és én közben olyan kicsire húztuk magunkat a kígyó hasában, amekkorára csak tudtuk. Sötét volt, büdös volt, visszataszító volt. Viszont még mindig életben voltunk. És csak meg kellett várnunk, hogy Mr. Sniggles legyen a csirkéből. Bárcsak ne lennénk ilyen fáradtak. Fél órával később arra ébredtünk, hogy a fedő az asztalhoz csapódik, mert Mr. Sniggles megkavarja a csirkét. Egészen megpuhult. Olajbogyót is szórt már köré, és paradicsomot, ami éppen kezdett szétfőni. Nyomi, mondta Mr. Sniggles, ahogy megkóstolta a levét. Egy nagy adagot halmozott a tányérjára. Az asztalra tette, és hozzáült egy nagy cipó kés és villa társaságában. Gyönyörű csirke, mondta Mr. Sniggles, és bekapta a legcsábítóbb falatot. Egy kis résen át figyeltük. Ha a tervünk beválik, annak hamarosan látni fogjuk a jeleit. Ha nem, hamarosan mi kerülünk a fazékba, rozmaringa a fűszerezve. Már csak egy kicsit kell várnunk, gondoltam. És akkor Jacko eltüsszentette magát. Még szorosabban fogtam, az egyik kezemmel a száján. Bűntudatosan nézett rám. Csendben vártam, megint egy örök kivalóság telt el. Majd kicsit nagyobbra nyitottam a rést a fene vadbőrén. Mr. Sniggles egyenesen rám merett a szoba közepéről, ahol felpattant az asztaltól. Mi ez itten? Bömbölte dühötten. Félrehúzta a kígyóbőrét, és a hajamnál fogva megvaragadott, hogy kirángasson a fenevad hasából a padlóra. Jacko kiesett a karomból, és a falnak ütődött, majd kábultan letottyant a fenekére. Mit csináltatok a kígyómmal? Üvöltötte egyenesen az arcomba. A leheletében májszaga keveredett csirkebéllel, vérrel és rozmaringgal. Ha akartam volna, se tudtam volna megszólalni. A szakállából további ételmaradékok estek mindenhová, ahogy örjöngött. Valahogy ez volt a legundorítóbb. Mentek az erőlevesbe, kiáltotta. Megint belemarkolt a hajamba, és odavonszolt a tűzhelyhez. Tekintetemmel felmértem a fazekat. Csak egyféleképpen fértem volna bele, nevezetesen több darabban. A szabad kezében megvillant a hentes kés. Itt az idő, suttogta, és már emelte a kést, hogy a karomba vágja. De nem tette, hanem fájdalmasan felordított, és meghallottam Jacko harcias morgását a föld közeléből. Lenéztem. A kiskutyám felé lett, és élete legjobb oka harapását gyakorolta a portáson. Örössze! Kiáltotta az, és elengedett, hogy félre tudja rúgni Jackót. Most már tényleg feldühítettetek, mondta, és még magasabbra emelte a kést. Becsuktam a szemem, és felkészültem rá, hogy előlevesbe szeletelnek. Legalábbis próbáltam. Vártam, és vártam. Aztán kinyitottam a szemem. Mr. Sniggles még mindig feltartotta a kést, de már rángatózott, mint egy eltaposott féreg, és fehér hab bugyogott a szájából, és csöpögött a mocskos szakállára. A szeme kifordult, csak a fehérjét láttam. Túl sok csirkét tetszett enni? Kérdeztem szemtelenül és végtelen megkönnyebbüléssel. Mr. Sniggles egyre nagyobbakat és egyre gyorsabban rángott, amíg a keze lába is járni nem kezdett, mint egy furcsa törzsi táncban. A hentes kis kiesett a kezéből, és beleállt a falba. A szája kissé kinyílt, és hörögni kezdett, miközben tovább rángatózott. Hatalmas adag kígyó méreg támadta meg a szervezetét. Hörgésre egyre hangosabbá és kísértetiesebbé vált. Betöltötte a kaibát, és már fájt tőle a fülem. De egyszer csak abba maradt,
és a hatalmas férfi mozdulatlanná merevedett. Egyenesen a szemembe nézett, miközben fehér hab csorgott az undorító szakálláról, a még mindig rengő hasára. Te gyerek, recsepte, gyilkos vagy. És olyat sikoltott, amilyet emberből ki nem néztem volna. Mély hangon kezdődött, magasan végződött, és közben bejárt minden lehetséges hangmagasságot. Jacko fájdalmasan vonyított. Sebek jelentek meg Mr. Sniggles arcán. A méreg minden porcikájában hatni kezdett. Szörnyű sikolya egyre csak tartott, miközben a sebei megnyíltak, amíg az izmai között már a csontját is láttuk. És nem hagyta abba. Sikoltott, miközben összeesett, és a húsa olvadni nem kezdett. Csak akkor kezdett csöndesedni, amikor már fele akkora volt, mint én. Egyre halkult, és a hang egyre szomorúbbá vált. Végül már nem volt több, mint vödörni csont és trutymó a kunyhó padlóján a döglött kígyó mellett. Akkor végre csend lett. Jackóra néztem, ő pedig rám. Azt a mindenit, mondtam. Ez aztán látványos volt.